fejébe szögdelés, csípőre tartással, van egy kis ugri-bugri. Elkészül rajt! Gyönyörű beugrással kezdtek a lányok. Eredményhirdetés következik. Bohóc-halak versenyével folytatódik a úszóverseny. Hajrá, Búda! Hajrá, Búda! Készül. Elkészül. Rajt! Szép nagy dobással indított a vízilabdásváltó. Hát nyilván ott, amikor utaléri a labdát, azért megtörik a mozgási lendülete, úgyhogy az úszók picit, hát annyira nem törik meg, sőt, semennyire nem törik meg a mozgási lendülete. Vízilabdásváltóval előrébb, egy testhosszal. De hát azért csak össze lett célva az a labda, hogy stílszerű legyen a dolog. És Kinga úszik a labdával. Nyilván labdával azért nehezebb úszni, ezt vegyük figyelembe, szoros lesz a váltó. Pancsi és Eszter között folytatódik az úszóverseny.
A befutóba azért én nagyon bízok, hogy a Robihoz hoz a vízilabdásra álltom valamit. Jaj, nekem egy kapus úszik labdával, itt vannak azért a problémák. Rajt még azért én oda baszott, mert rajt körül indult. Mucis probokat a habokból, gyönyörű mozdulattal. Az utolsó párom múlik mindenet. A Dávid ellen ki kellene találni valamit. Például kizárjuk, mert túl sokáig delfinezik, már meg is van. Nem, a félpályáig nem lehet eldelfinezni úszóversenyen, úgyhogy... De laza vagy! Igen, a labdával esetleg meg tudtuk zavarni Dávidot, de csak egy ütem erejéig, és nem túl szimpatikusan becsúsztat a célba. Gratulálunk, az úszók nyerték az úszóversenyt!